Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csak Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselő, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Így szerdán reggel, az első kétnapi parlament után mi vár még ránk? Hát nyilvánvalóan a legfontosabb téma az a koronavírus járvány továbbra is, illetve a múlt hét eseményei miatt az Európai Uniós események is központba kerültek. Ugye kezdődött azzal, hogy volt egy migrációs jelentés, ami a V4-ek számára elfogadhatatlan, hiszen bár voltak benne előremutató javaslatok, mégiscsak lépten nyomon visszapróbálja hozni a kvótát, még ha nem is így hívjuk, mégsem Európa külső határain kívül próbálja meg lefolytatni a menekültügyi eljárásokat. Így tehát azok az alapelvek, amelyekkel mi egyetértünk, és a magyar emberek 100%-ban egyetértenek, hogy migrációt Európán kívül kell tartani, azok nem érvényesülnek ebben az anyagban, így tehát a V4-ek közös álláspontja, hogy nem tudják elfogadni. Folytatódott ez az Európai Uniós történet azzal, hogy Vera Jourová bizottsági alelnök példátlan módon egy tagállam állampolgáraiból és egy tagállam demokráciát kritizálva, hát mondhatnám úgy is pestiesen, hogy két lábbal beleszállt Magyarországba, ami azt gondolom, hogy egy vörös vonal, nem szabad ezt átlépni, hogy egy tagállam állampolgárait sértegeti valaki. Folytatódott az EP német alelnökének a beszólásával, és aztán az Európai Uniós csúccsal és a jogállamisági jelentéssel, ami hát, hogy mondjam, magunk között hívjuk soros jelentésnek, hiszen 13 civil szervezetből 12, aki anyagot adott ehhez a jelentéshez, azt az Open Society, a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozta. Ez azért így egy hétre kicsit sok. Így a jogállamisági jelentésnél maradva, lesz ennek bármilyen relevanciája az Európai Unióban ön szerint? Azt látjuk, hogy nem tudnak egységes koordinátorrendszert felépíteni. Valamit számon kérnek egy tagállamon, másik tagállamban ugyanúgy működhet. Valamit itt kritizálnak, ott dicsérnek. Tehát amíg nem tudunk egy egységes, mindenkire kiterjedő kritérium vagy feltételrendszert megnézni, mint egy checklist, nézzük meg ebbe az országban működik a alkotmánybíróság, milyen a médiapluralizmus, hogyan működik a parlament, hogy tehát ezeket így végig kellene nézni, kinevezik ki a bírákat, az ügyészeket kifelügyeli. Ha ezt végig tudnánk nézni, és lenne egy egységes, mindenkire kiterjedő vizsgálatrendszer, akkor, hogy mondjam, sokkal jobb lenne a közös alap, amiről tudnánk beszélgetni, és nem pedig egy ilyen elrugaszkodott politikai furkósbotként használt jelentést találnak magunk előtt. De hát ennek semmi köze nem lehet tulajdonképpen az elkövetkezendő évek költségvetésekhez, hisz a déli államok azok, mind az oxigénre szükségük van a pénzre, a fukarok meg tartják továbbra is azt, hogy ők nem szeretnének pénzt adni. Mi meg boldogan azt mondjuk, hogy jó, akkor csinálják meg nélkülünk, és akkor mi sem adósodunk el, mert ugye ez az új generation, ez annyit jelent, hogy az utódaink fogják visszafizetni, mi meg lehet, hogy boldogulunk ennélkül is. Hát egyrészt ez a helyzet, a másrészt meg a nyáron a állam és kormányfők elfogadtak egy keretet, elfogadták a koronavírus elleni védekezésben, gazdaságvédekezésben a helyreállítási alap és a következő 7 éves költségvetésnek a kereteit. Ebben ugyan szó van jogállamiságról, mert az állam és kormányfők elkötelezettek a jogállamiság védelmében, de nem kapcsolták össze ezt pénzügyi szempontokkal, hiszen ehhez alapszerződés módosításokra is szükség lenne. Most ezt a megállapodást próbálja az EP baloldali része felrúgni, és olyan kapcsolatokat, jogállamisági kapcsolatokat, kritériumrendszert behozni a pénzügyi szempontok közé, amiről az állam és kormányfők egyértelműen kimondták, nem azt az utat választották, elmondták, hogy fontos a jogállamiság, elmondták, hogy minden ország tegyen azért, hogy még jobb legyen ebben a szempontrendszerben a saját jogállamisági egészségi állapota, ha mondhatjuk így, de mégiscsak azt mondták, hogy most a legfontosabb, hogy helyreállítsuk Európa versenyképességét, helyreállítsuk a koronavírus okozta gazdasági károkat, versenyképesítjük újra az európai kis- és középvállalatokat, illetve az itt lévő nagyvállalatokat. Én azt gondolom, hogy ez az elsődleges szempont, és most az EP-nek a baloldali része megpróbálja ezt felülni. De nem látja azt reális veszélynek, többen be kell beszélni, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag önjáróvá vált, miatt a baloldali liberális többség miatt, és egy teljesen egy ideológiai irányba megy el. Természetesen, amikor András azt mondja, hogy baloldali liberális, akkor én a Néppártra is gondolok, aminek ön, mind a KDNP... Néppárt egy része. Egy része. Nem kéne először a Néppárton belül megbeszélni, mert az, hogy a Fidesz van, meg nincs,
Nekem úgy tűnik, hogy a néppárt viszont nem áll ki a Fideszért ezekben a napokban. Tehát valamiben benn is lenni, meg kint is lenni, nem kapni védelmet vagy együtt gondolkodást, ez előbb-utóbb tovább bomolhat. Ezek rendkívül fontos gondolatok, amiket szerkesztő itt most felvetett, akár a európai jövőjéről folytatandó vita, akár a néppárt baratolódása, csak most helyzet van. Tehát most az van, hogy óriási, a második hullám az egy elhúzódóbb, nagyobb és veszélyesebb védekezés, mint ami volt az első. Egész Európa a koronavírus járványtól szenved, hihetetlen számok akkor látnak napvilágot. Akkor most a jelentés a Jurovának, hogyha éppen helyzet van? Igen. Mert mi, a helyzet jogos van, kérdés, tehát jogos kérdés, a gyerekek betegek, akkor nem válunk, akkor először meggyógyítjuk, hogy érthető legyek. Hogyha Európa veszélyben van, akkor megvédjük a határokat, és nem egymást szekáljuk. És akkor irodalmian fejeztem abszolút, ki magam. Abszolút jogos kérdés. Ha Olaszország mindjárt éhen hal és Spanyolország, akkor nincs idő arra, hogy itten, majdnem azt mondom, hogy lacafacázzanak, elnézést a nézőktől, de hát akkor lépni kell. Teljesen jogos kérdés, ha majd Jurová asszony is bejön ebbe a stúdióba, akkor ezeket tőle kell megkérdezni, mert mi azt látjuk, hogy elsődleges szempont most a egészségügyi és gazdasági védekezés sikeressége. Mint ahogy Magyarországnak, úgy Európának is működnie kell, miközben megmentjük az életeket, miközben az emberek egészsége az első szempont, és a gazdaságot is természetesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a stratégiai fontosságú, még egyszer mondom, és nagyon időszerű vitákat egy kicsit félre kell tenni, és a védekezésre koncentrálni, hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt 15 évben Európa versenyképessége az 10%-ot esett, a világpiacból 25% volt Európa részesedése a tortából, most már csak 15%. És hogyha nem állítunk felé megfelelő gazdasági mentőcsomagot és azokat a forrásokat, amiket most nyáron az állam és kormányfők hozzárendeltek ehhez a védekezéshez, nem használjuk fel jól, akkor ez a szelet tovább csökken. Most már ugye látjuk, hogy Közép-Európa a motorja. Mi a biztosíték, hogy jól fogjuk felhasználni? Én azt gondolom, hogy látjuk azt, hogy most is vannak gazdaságilag sikeres tagországok. Ha a járvány előtti időszakot nézzük, akkor nagyjából Közép-Európa volt az, aki Európa gazdasági növekedésének a motorját adta. Én azt gondolom, hogy sikeres gazdaságpolitikát folytat a kelet-közép-európai térség. Lehet, hogy ezt is nehéz elviselni a nyugatiaknak, ezt én nem tudom, nem látok az ő fejükbe, de szerintem az itt lévő kormányok gazdaságpolitikája az egyrészt garancia, hogy ez a térség biztosan jól fogja felhasználni ezeket a forrásokat. És én azt remélem, hogy látják, hogy mekkora baj a nyugati régióban is, és ott is megpróbálják valahogy a lehető leghatékonyabban ezeket a forrásokat felhasználni, hogy Európa versenyképességét valamennyire visszanyerje. És szerintem most ez a legfontosabb védekezési irány, ez a legfontosabb gondolkodási irány, nem szabad egy pillanatot se vesztegetni. Itt még maradva a Európai Uniós csatáknál, lát esélyt arra, hogy mondjuk az Európai Néppárton belül a Fidesz és mondjuk a lengyel jobb-közép pártnak a viszonya javuljon annak fényében, hogy a német EP alelnök ilyen kijelentést tett, hogy ki kéne éheztetni Lengyelországot is, meg Magyarországot is. Később pontosított, de az sem volt egészen világos, hogy ott mire gondoltak. Ne menjünk el mellett a momentumát egy pillanat, hogy ez rákosista időket idéz, ami történt ott Németországban. De mi nem akarunk rákosira emlékezni. Ezt abszolút nem akarunk. Egy parlamenti képviselő nem fenyegetheti a nézőket. Az, hogy egy média azt bevállalja, tehát nyilvánvalóan a politikus elmondta ezt a mondatot, és utána egy médium azt mondja, hogy bocsánat, én voltam, nem a politikus a hibás, hanem mi. Ez de gondolom, erről egy hangfelvétel is volt. És nyilván leegyeztették a sajtósaival az EP alelnöknek az interjút, és stb., ahogy tudjuk, hogy az Jurová asszony munkatársai kérdésre válaszolva úgy szintén német médiából idéznék, azt mondja, hogy ez a jelentés ez nem kimondottan Magyarországgal foglalkozik, hanem az egész Európai Unióval. Igen, de kettős mérce van. Tehát folyamatosan kettős mércét alkalmaznak Magyarország és Lengyelország ellen. Amíg van olyan európai tagállam, amiben nincsen alkotmánybíróság, ahol pártok delegálnak bírákat, ahol az igazságügyminisztérium alá tartozik az ügyészség, ahol nincsen sajtószabadság és nem tudnak beszámolni nők ellen elkövetett tömeges erőszakokról napokig, ezek egyik sem Lengyelország és Magyarország, zárójelbe megjegyzem, addig, amíg az elején ezzel kezdtem, amíg nincsen egységes keretrendszer, aminek mindenkinek meg kell felelni, addig arról szól ez a jelentés, hogy Magyarország és Lengyelország
viselkedése, politikája nem tetszik a brüsszeli központnak, ezért megbüntetjük őket. Most éppen ennek az eszköze a jogállamiság jelentés. Valamikor ennek a Sargentini jelentés volt, a hetes cikke szerint eljárás, és itt Tavares mit jelentés. Tesz azért, mit tesz azért a KDNP, illetve a kormánypártok, hogy a magyar parlamentben egy virtikli második világháborúra emlékeztető két lábon járó képződmény ne kerüljön be? Az a helyzet, hogy kemény kampány folyik Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. Az a helyzet, hogy mi szeretnénk folytatni azt a megkezdett utat, amit Koncz Ferenc barátom volt képviselőtársam elkezdett abban a térségben, hiszen a taktaközi hegyaljai borsodi emberek megérdemlik, hogy tovább menjenek azon a fejlődési úton, amin eddig ott voltak. Én azt gondolom, hogy a végső szót az embereknek kell eldöntenie, hiszen ez egy demokratikus választás. Képviselő úr, az volt a kérdés, hogy mit tesz a Fidesz-KDNP képviselő csoportja. Mindenki, mindenki elmegy és kampányol, mind a 130 Én pont talán holnapi napon leszek a térségben. Mindenki mozgósít, mindenki megpróbál hozzájárulni a saját legjobb tudása szerint azért, hogy elmondjuk az embereknek, hogy miért Koncz Zsófi a megfelelő jelölt, és miért nem Bíró László. Bízunk benne, kedves nézőim, hogy ez majd meggyőzi azokat, akinek választási joguk van, hisz nem mindegy, hogy bekerül-e a magyar parlamentbe valaki, aki azért kért bocsánatot, hogy egy bársonyszéket szerezzen magának. Tessék, adnás. Itt még a borsodi választásra maradva, hogy ön hogy látja, hogy ez a kampányban alkalmazott eszközök, az, hogy például a ellenzéki jelölt fogta és a Fidesznek a jelölt, Fidesz-KDNP jelöltjének a szórólapjait lemásolta, ez mennyire... Teszek-e mondjuk ez ígyben feljelentés például? Azt a helyi illetőség, illetve a szellemi termék az a helyi jelöltünk Koncz Zsófiához kötődik, ezt neki tisztsége eldönteni, de én azt gondolom, hogy... Ez már nem fogja befolyásolni időben a választ. De azt gondolom, hogy teljesen jól mutatja az a helyzet, hogy a baloldalon a gondolatiság az hiányzik, a tartalom hiányzik. Képviselő úr, én nem mondanám azt, hogy ez az úriember baloldali, mert egy baloldali ember, nem hiszem, hogy rasszista lenne, nem hiszem, hogy homofób lenne, antiszemita lenne. Szerkesztő úr, én megnéztem a jelöltlapot, az van rajta, hogy Bíró László, Párbeszéd, LMP, Demokratikus Koalíció, MSZP, Momentum. Ezeket a logókat láttam ott. Hát lehet, ezek tények. Én ezeket a logókat láttam ott. Ott nagy baj van. Bíró Lászlónál és a baloldali összefogásnál nem, nagy baj nálunk Magyarországnál van nagy baj, hogyha odáig eljutunk, hogy egy ilyen ember bekerülhet a magyar parlamentbe, és esetleg ön mellett fog ülni, milyen érzés. Mellettem biztos, hogy nem ellenkező oldalon ülünk. Én a kormánypártok oldalán, ő, hogyha ne adj Isten bekerülne, akkor az ellenzéki oldalon, a baloldalon. Úgyhogy egymás mellett sosem fogunk ülni. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában, így kora hajnalban, szerda reggel, Nacsa Lőrincet, a KDNP országgyűlési képviselőjét látták és hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltok. Köszönöm a lehetőséget.